szerencse jön is, meg is, gondolk és elbusunkba vár, két múltaktól lett a világ. A magyar is a cigány himnusszal indult az emlékezés. Farkas Kálmán író, újságíró, tanár, Farkas Tibor agrármérnök, szintén tanár, Harmati Ernő katonatiszt és Zámbó Gábor festőmunkásság előtt hajtott fejet a kedd délutáni gyülekezet. Nagyon mélyen kell a magyar történelemben kaparászni, hogy ilyen vagy ehhez hasonló példaértékű megemlékezésre találjunk. Több évtizedre, de talán több száz évre visszamenőleg nem volt ilyen példaértékű döntés Nyíregyházán. Ezért ma itt, Nyíregyházán úgy érzem, hogy egy nagy történelmi eseménynek vagyunk a részesei. Nem véletlenül került a négy kiválóság emléktáblája a Zöld Irodaház falára, hiszen ebben az épületben megéltek jó néhány történelmi fordulót. Itt tanultak, vizsgáztak, zenéltek, ők, akik mély szegénységből érkeztek a belvárosba. Vagy itt lett a Huszár lakótelep ikonja, például a festő Zámbó Gábor. Országos hatású kulturális egyesületet szerveztek, de a száztagú cigányzenekar is többek pártfogása mellett lett világhírű. Tisztában vagyunk vele, hogy roma származásuk okán nekik kettőzött nehézséggel kellett megküzdeniük, hiszen akkor is léteztek előítéletek, melyek olykor a legtehetségesebbek útját is rendkívüli módon nehezítették. Éppen ezért ők szorgalmukkal, kitartásukkal és küzdeni tudásukkal példát mutattak mindannyiunk számára. Egészen rendkívüli az az elszántság és elkötelezettség, amely Farkas Kálmánt és Tibort kiemelte a cigány sorról. Zámbó Gábort az állami gondozottak közül, Harmati Ernőt pedig felvértezte mindazzal, amelynek köszönhetően nem tudta megtörni őt a hatalmi elnyomás. Dr. Vinnai Győző köszöntőjében arról beszélt, hogy ezek az emberek a romák társadalmi felemelkedésért dolgoztak. A városban nevet szereztek, de nem csak maguknak, hanem a közösségüknek is. Mély szegénység és melankólia jellemezte egyikük életét, jellemét a következő előadó. És példaképek voltak, ahogy államtitkárasszonytól hallottuk, mert az ő példájuk, az ő tenni akarásuk más roma és nem roma közéleti személyiségeket is arra sarkalt mindig, hogy minőségi módon közeledjünk, alázattal is minőségi módon közeledjünk az emberekhez. Másoknak mutattak példát, és megbecsült emberei voltak Nyíregyháza társadalmának. Tehetség, szorgalom, emberség. Ez jellemezte őket, és nem egyéni sikerekben gondolkodtak, hanem közösségben. Mindig az ő szeretett közösségükben. És még valamit szeretnék mondani, többüktől tudom, így Farkas Tibortól, Kálmántól, Ernőtől is, Gáborral erről nem beszéltem, hogy az oktatást nagyon fontosnak tartották. Tanulás és jó magaviselet idézte az egyik példakép mondását a képviselő. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szerint a háborút, diktatúrát, rendszerváltást a szegénység és a nyomor ellenére úgy élték túl, hogy emberi méltóságukat életük végéig megőrizték. Minden az a volt ahhoz, hogy rossz körülmények között és életüket elvesztegetve éljenek, hiszen háborúkat éltek át, forradalmakat, nehéz időket, mély sorból, szegénységből jöttek. Ez egyik közös pont. A másik, mindannyian a saját szakterületükön tanárok voltak, agrárszakemberek, zenészek, katonák, közéleti szereplők, nagyon-nagyon sokra vitték. És a mély szegénységből legmagasabbra jutottak, példaképekké váltak, mindannyian példaképekké. Gondolkodtam azon, hogy hallgattam beszédeket, hogy vajon kinek fontosabb ez a példakép, a hozzátartozóknak, rokonoknak. Itt van a nagyapa, testvérünk, unokatestvérünk, a romáknak. Én talán azt gondolom, a többségi társadalomnak még inkább. Nekünk kell felmutatni a közös hőseinket, ez talán a leghitelesebb és fontos küldetésünk mindannyiunknak.
Ennek a mostani nehéz háborús helyzetnek az az üzenete, hogy azt a szolidaritást, ami ma Magyarországon megnyilvánul, mentsük át a mindennapokra, és forduljunk ezzel a szeretettel segíteni akarással egymáshoz a jövőben is, zárta gondolatait az alpolgármester.